Hihetetlen nagy szerencséje van a nézőknek, hogy nem én vagyok a közgazdász a műsorban, mert vásároltam már 300 forintért úgy dollárt, hogy utána összeesett 250-re. És hogyha ránéztem volna a 2018-as nyugdíjpénztári hozamokra, akkor azt mondtam volna, hogy senki ne vegyen. Ehhez képest 2019-ben több mint szárnyaltak, és szerencsére nem én vagyok a szakértő, hanem Lovas Judit, az énpénzem.hu szerkesztője, közgazdász. Kezét csokolom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tényleg így van. Ránéztem a 2018-as hozamokra, és azt mondtam ezzel a szóval, hogy siralmas. Ehhez képest 2019-ben a kilengés Himalája nagyságú volt. Igen, ezért nem szabad egy év hozama alapján dönteni. Tekintettel arra, hogy a pénz- és tőkepiacok azért elég hektikusan mozognak. Összességében éppen mondjuk egy nyugdíjpénztár esetében, amiről most beszélünk, azért itt több tíz éves távokról beszélünk, általában 15-20 év, amiben az emberek, mikor elkezdenek megtakarítani, nyugdíjas korukra beteszik a pénzt, és ugye folyamatosan gyűjtögetnek, ráadásul egy-egy rossz év hozama azért is kisimul, mert nem egyszerre akkor teszem be a pénzt, nem 18-ba teszi be mindenki, hanem elvileg havonta folyamatosan fizetek be, tehát mondjuk ez így ki tudja simítani, és valóban 2019 az egy nagyon jó év volt. Persze egyébként nem mindegyik portfóliónak, de nagy átlagban azt mondhatjuk, hogy szépen hoztak az önkéntes nyugdíjpénztárak. A legjobb hozamok 20% fölött vannak, de mi történt? Tehát, hogy meg tudjuk az közgazdaságilag valamilyen módon indokolni, hogy 18 és 19 között mi történt? Hát, hogy ne. Nagyon fontos az, hogy mi történik a tőkepiacokon, és a tőzsdék szárnyaltak. Ennyi. Tehát ennyire egyszerű a történet, miközben 18-ban nem ez történt, és ez az oka annak, hogy most 20%-os hozam is előfordul, de azért, tehát mondjuk ez a legjobb hozam. Tehát azért azok, akiknek olyan portfólióban van a pénzük, ahol nagy mennyiségben tartanak, legalábbis a többihez képest nagyobb mennyiségben részvényt, átlagosan ilyen 13% körül hozott az ő pénz. Ami szintén nagyon magas. Ami szintén nagyon magas, hát főleg, hogyha összevetjük azzal, hogy ugyan egy emelkedő inflációt látunk, tehát nem tudjuk még, most néhány nap múlva meg fogjuk tudni, mennyi volt a 2019-es infláció, de mondjuk 3,5 maximum, 3-4, tehát nagyjából ilyen inflációról beszélünk a 13%-os hozamok mellett. Tudom, nem feltétlenül közgazdasági, hanem inkább pszichológiai kérdés, de arra tud nekem választ adni, hogy ilyenkor egyébként az egyéni befektetőknek a tömege például hogyan reagál? Igen, örülnek. A kisbefektetők mindig a múltbeli hozamokat nézik, ami egyébként nagy hiba. Tehát nem lenne szabad arra készülni. Tehát nem véletlen, hogy mindig az alapkezelők, a befektetési szakemberek ki is írják, kötelezést nekik el is mondják, hogy a múltbéli hozamok azok semmiféle garanciát nem jelentenek a jövőre nézve, de azért azt fontos látni, hogy ugye éppen mondjuk a 2018-as negatív hozamokat, hogyha összevetjük mondjuk a 2019-es nagyon szép pozitív hozamokkal, hogy ilyenkor azért érdemes, főleg egy hosszú távú befektetésnél mondjuk a 10 éves hozamokat megnézni, és hogyha mondjuk valaki választani akar, hogy éppen hol szeretné kezeltetni a pénzét, akkor mondjuk ezeket a 10 éves hozamokat vessük inkább össze egymással, és semmiképp ne az éves. Egyébként hozamokat. Van egy olyan pszichés, hogy ha már erre rákérdeztem, de tényleg érdekel, hogy ilyenkor vándorolnak az emberek? Tehát vándorol a pénzük is? Tehát 18-ban elmenekültek, vagy éppen akkor tették be, mert azt mondták, hogy ilyen rossz még egyszer nem jön? Inkább, tehát mondjuk az önkéntes nyugdíjpénztárak, azok mondjuk azt, hogy speciális helyzetben vannak, mert ugye ez az a történet, amiben nagyon belepancsolt a kormány. Most itt arra gondolok, hogy a kafetériának a szabályait úgy változtatta meg, hogy gyakorlatilag jelen pillanatban úgy adózik, amit mondjuk a munkáltató befizet az önkéntes nyugdíjpénztárba, úgy adózik, minthogyha munkabérként kapnám meg a pénzemet, tehát ugyanaz az adóteher sújtja. Ezért, ja és hát aminek viszont adókedvezményt adtak, gyakorlatilag egyedüliként, szinte egyedüliként az a szép kártya. Tehát ezeket a pénzeket, amit eddig a munkáltató kafetéria keretében adtak, nagyrészt a kormány ezzel az intézkedésével a szép kártyába terelte át. Tehát itt most azt lehet látni,
hogy tehát a nyugdíjpénztárba azok a befizetések, amik a munkáltatóktól jöttek, drasztikusan visszaestek. De milyen érdekes egyébként 10 évet említ, vagy 10 éves időintervallumot, ugye 2011 volt a nagy drasztikus éve a nyugdíjpénztáraknak, hogyha azt nézem meg, hogy akkor az államosítás után 70 ezer forint volt egy átlagos pénztártagnak a reálhozama, ami most egyébként, ha most távozna milliós, akkor az megint egy-egy év összehasonlítása, tehát nem reális? Nagyon fontos, hogy most tegyük tisztába azt, hogy tehát válasszuk szét a magánnyugdíjpénztárakat és az önkéntes nyugdíjpénztárakat. Ezt nagyon-nagyon fontos, mert sokan össze szokták keverni. Tehát ugye 2010-11 az a magánnyugdíjpénztáraknak a bedarálása volt, ugye létrehozták 97-98-ban a harmadik pillérét a nyugdíjrendszernek, ugye van a TB, létrehozták ezt a magánnyugdíjpénztárakat, illetve a különböző önkéntes megtakarítások, ezeknek a része ma is az önkéntes nyugdíjpénztár. És akkor ugye ezeket a magánnyugdíjpénztárakat, ahova a TB befizetésünk egy része ment annak idején, hát ez volt az, amit államosított a kormány, az Orbán kormány, mielőtt valaki, nem hallottam már olyat is, hogy ezt a Gyurcsány csinálta. 2011-ben? Hát az igen, nagy belpolitikai vircsak lett volna. Valóban. Tehát ezt az Orbán kormány 2010 őszén jelentette be, 11 volt a forduló akkor, amikor ezt a 3000 millió forintot, szinte teljes egészében 3 millió tag volt bent, gyakorlatilag visszatolták a TB rendszerre, és ugye megszűntek ezek az egyéni számlák. Jelen pillanatban mindössze a 3 millióból 55 ezer tagja van a magánnyugdíjpénztáraknak. Az az 55 ezer tag, aki bent tartotta a pénzét, és mondjuk tényleg a fenyegetésnek nem ült fel, azt lehet most elmondani, hogyha valakinek mondjuk 1 millió forintja volt 2011 elején bent, vagy 2010 végén, ha valakinek 1 millió forintja volt, most nagyjából átlagosan olyan 1,8 millió forintja lehet, és mondjuk az infláció ebből volt mondjuk 170-180 ezer forint. Tehát magyarul 1 millió forintra ez az a reálhozam csak az elmúlt években, ami keletkezett. Mondja, egyébként tudatosabbak vagyunk? Valószínűleg nem. Nem? Nem. Tehát mondjuk itt a hitelfelvétel kapcsán, amiket lát az ember 2019-ben, tehát az elmúlt évben ez az eszméletlen hitelboom, ez azt mutatja, hogy elfelejtettük a válságot, és... Elfelejtettük azt is, amit 2008-ban egykor nagyon megtanultunk, és legalábbis megfogadtunk? Igen. Hát mindig nő fel egy új generáció, akinek nem volt tapasztalása, és tekintettel arra, hogy nem is nagyon tanítják ezeket a dolgokat, és az emberek pedig önként nem néznek utána, nem érdeklődnek a pénzügyek iránt, nem töltenek időt vele. Volt egyszer egy felmérés, hogy miközben egy autót akár hónapokig keresgélnek az emberek, az ügyfelek, néhány perc alatt döntenek a hitelről, amikor felveszik a... Szűk 20 másodpercünk van. 20-20-ra mit tippel erre az évre? Hát én azt gondolom, hogy nem lesznek ilyen szép hozamok, hogyha nem fog így szárnyalni a tőzs, de az biztos, ugye mindenki várja, hogy jön a válság. Nagy kérdés, hogy visszaesés lesz-e, vagy stagnálás. És majd akkor az aranypiacok megint örülnek, vagy legalábbis remélem. Hát az aranypiac az idén is örült, vagy hát 2019-ben is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Nagyon szívesen.